Unjátok már a nagy fejem? Megnézzük, tudok-e valamit tenni az ügy érdekében. Jedi erő! Mindjárt más. A Star Wars! Nothing but Star Wars! Give me the Star Wars! Don't let them end! If they should Star Wars, please let these Star Wars stay. Sziasztok, Jani vagyok, és ez itt a Janiverzum. Amint látjátok, egy kicsit megújultunk, de egy valami az örök. A Star Wars! Nap pontosan egy évvel ezelőtt csináltam az első kritikámat a Star Wars 7. részéből, és a legnagyobb örömömre még mindig jó rám az akkori pólóm. Az új Star Wars film, a Zsivány 1-es egy kicsit rendhagyó mondjuk, mivel nem éppen a Skywalker családdal foglalkozik, hanem inkább egy külön történetet mesél el. Időrendben igazából a harmadik és a negyedik rész között helyezkedik el, de inkább a negyedik részhez van iszonyatosan közel. Úgy gondolom, hogy egy hét alatt már mindenki látta, akit igazán érdekelt a film, ezért beszélhetünk róla nyíltan, spoileresen. Így hát vágjunk bele! A történet szerint a fiatal Ginoszó apja a halálcsillagon van főmérnökként fogva tartva, de sikerül neki kiutatni egy üzenetet, ami fontos lehet a lázadók számára. A lázadók ezért kérik Gin segítségét, hogy együtt megtalálhassák az apját, és fogást találjanak a birodalmon és a halálcsillagon is. Vajon sikerülni fog neki? Vajon mennyit fog szerepelni benne Darth Vader? A történetről röviden ennyit, most pedig elmondom a tapasztalataimat, először is a pozitívumokat. Őszintén szóval első megtekintés után eléggé csalódottan távoztam a moziból, aztán ahogy telt az idő, úgy tetszett meg egyre jobban a film. A maga látvány iszonyatosan jó, kivéve kettő darab digitális karaktert, ugye Tarkint, akinek a színésze már meghalt évekkel ezelőtt, de mégis most digitálisan visszahozták, mert fontos volt a történet szempontjából, és aki nagyon-nagyon kiugott, az Leia hercegnő volt az utolsó jelenetben. Egyszerűen nekem iszonyatos volt a megvalósítás, teljesen kirántott a filmből. Komolyan mondom, hogy egy picit többet is szálltak volna arra, hogy valósághűbb legyen ez, mert úgy nézett ki, mint egy gumimaszk. Egyszerűen gagyi volt. Sőt, kb. Ilyen gagyi. Leia vagyok! Remény! Nem érezni a sok újraforgatást, pedig hogyha most megnézzük a régi előzetest, akkor rájövünk, hogy gyakorlatilag a fele nincsen benne a filmben. Nagyon-nagyon tetszett a sok-sok kikacsintás, azok az apróságok, amik összekötik őt a negyedik résszel. Külön kiemelném itt Porkinst, a galaxis egyetlen kövér pilótáját. Porkins. Nagyon örülök, hogy végre választ kaptunk egy közel 40 éves kérdésre, mely szerint miért olyan könnyű felrobbantani a halálcsillagot? Miért lehet pár apró lövéssel felrobbantani egy ekkora hatalmas nagy fegyvert? Hogy nem gondoltak erre korábban, hogy csúszhatott egy ekkora hiba a gépezetbe? Hát most megkaptuk a válaszunkat, szerintem jó is lett a válasz, nekem nagyon tetszett, hogy az egy direkt hiba volt benne. Konkrétan másra nem is számítottam volna a Disney-től meg a Star Wars-től, mint hogy legalább ennyire is összefonják ezt a filmet a többivel. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a megoldás. Ebben a filmben van az új kedvenc droidom is, K2SO. Egyszerűen hihetetlen volt ez a karakter. Imádtam minden megszólalását. Ő lett a kedvencem mind közül. Nagyon-nagyon szórakoztató volt, és az egész filmet elvitte a hátán. Viszont ami a legeslegjobban tetszett nekem ebben a filmben. Tudjátok, miről beszélek? Tudjátok bizony, Darth Vader végső nagy csata jelenete, azt az eget! Én ilyet még kb. Nem is éreztem moziban. Iszonyatosan jó volt. Van egy elvárásunk Darth Vaderrel szemben. És ez iszonyatosan odavágott neki. A legjobb Darth Vader akció jelenet akárhol. Úristen, ez Darth Vader! Ennyit a pozitívumokról, most pedig jöjjenek a negatívumok. Idén ez a második Disney film, amiben tökéletesen elpazarják az egyik kedvenc színészemet, Mads Mikkelsent. Egyszerűen nem hiszem el, hogy itt van náluk
egy ilyen jó színész, és csak ilyen apró szerepeket adnak neki, ahol egyáltalán nem lehet kihasználni az ő potenciáját. Hello, darkness, my old friend. Disney! A karakterek egyszerűen pocsékok voltak szerintem. Nem működtek, nem volt meg köztük az a kapcsolat, nem lehetett velük azonosulni, pedig ott volt a főszereplő Jean Erso, akivel lehetett volna alapban, mert látjuk, hogy mi történik vele, átérezhetnénk, de mégsem működik. Lehet, hogy azért, mert a színésznő nem végezte jól a munkát, mert szerintem iszonyatosan pocsék volt ez az alakítás, de még a többiekben sincs meg az a szikra, amitől egy picit is emberinek tűnnek. Nincs meg az a kapcsolat a néző és a karakterek között, ami kéne ahhoz, hogy elvigye a hátán ezt a filmet, ha már a régi szeretett karaktereink nem térnek vissza, ezekkel az újakkal kéne azonosulnunk, de egyszerűen nem megy, mert nincsenek rendesen megírva. Nincsen rendes motivációjuk, így nem tudjuk azt a kapcsolatot ápolni, amitől ez egy igazán jó film lesz, és izgulunk a történéseken. A filmnek az egyik gyenge pontja még az volt, hogy nem volt benne John Williams zenéje. Igazából kaptunk egy John Williams utánzatot, mintha a szegény ember John Williams zenéjét hallgatnánk. Egyszerűen pocsék volt. Pedig egy igazán jó John Williams Star Wars zenével mindent fel lehet dobni. Ez az első Star Wars film, ami előtt nincsen nyitószöveg. Alapból a nyitószövegnek az volt a célja a Star Wars filmek előtt, hogy be tudjunk csöppenni a történetbe, egy kicsit tudjunk az előzményekről, el tudjuk helyezni valahol a történéseket. És pont egy olyan filmnél, ahol nem ismerünk senkit, azt se tudjuk, miről van szó, ott hagynak ki egy ilyet, egyszerűen akkor a történetvezetési zicsert hagytak ki, hogy az, ami elképesztő. Alapból a történet se volt egy nagy szám, sőt, én iszonyatosan untam, ugyanis tudjuk, hogy mi lesz a végkimenetele a filmnek. A negyedik részből kiderül, hogy megvannak a tervei a halálcsillagnak. Éppen ezek kellett volna valami fordulatot rakni a filmbe, vagy érdekes karaktereket, vagy bármilyen érdekességet, de nem. Ez egy teljesen átlagos, semmit mondó történet lett, olyan apróságokkal, amik jól esnek a Star Wars nézőnek, de folyamatosan azt érzem, hogy ez a film egy pénzlehúzás, hogy fölösleges volt. Attól függetlenül, hogy szórakoztatott, tökéletesen meglettem volna nélküle is. Viszont, ami nekem a legnagyobb bajom volt a filmmel, az az utolsó összecsapott körülbelül 10 perc, amikor minden létező karaktert megöltek benne. Alapból nehéz volt azonosulni ezzel, alapból nehéz volt őket sajnálni, de mégis folyamatosan jöttek a halálok, folyamatosan random módon meghaltak az emberek, és nem tudtam senkit igazán sajnálni kapcsolat hiányában. Egyetlen egy dolgot sajnáltam benne, hogy a droid meghalt. Fura nem, hogy éppen a droidot sajnálom legjobban, de annyira fárasztó volt a végén ez a sok halál, mintha jött volna a kaszás, és így válogatott van, most őt, így jön meg. Fárasztó volt. Szimpatikus a főszereplő csaj, halál! Szimpatikus a főszereplő srác, halál! Szimpatikus a főszereplő droid, halál! Szimpatikus ez a kiskutya? Halál! Szóval összességében a Zsivány 1-es nem váltja meg a világot, mert helyenként nagyon unalmas, igazából fölöslegesnek érezzük, viszont hozza a Star Wars hangulatot, a látvány remek, kellemesen nosztalgikus, és pont annyira szórakoztató, hogy még ellegyünk vele. Éppen ezért az értékelésem 58%! Szükséges volt ez a film? Nem. Hozzáadott a Star Wars mitológiához? Igen. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki szereti a Star Wars filmeket, és már nem bírja ki a 8. részig, ezért valamivel csillapítania kell a Star Wars-éjségét. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, és az elmúlt egy éves támogatást is. Nem állunk meg, haladunk a végtelenbe, és egy busz megállóval tovább. Addig is légy te is részes a Universumnak! Star Wars.
Force, nothing but Star Wars.